parancsoljatok, fasz a citrom sárga. Ha a Vágó István talk show-ba, vagy valami ilyesmi érzek, mondom, nem véletlen, direkt erre ezt a hatást akarjuk kejteni. Hogy aki megnézi, a 90-es években érezze magát. Rózsa Gyuritól vettük egyébként. Ja, neki már nem kell. A Berényi Zsús az azért vicces, mert amikor a Krisztiános dalt csináltuk, a Fish Krisztiános. Igen. A Egyszer majdot, akkor volt olyan, aki ezt úgy publikálta, hogy a... Vagy hogy is volt, hogy a pop metal Berényi Miklósa, ez lennék én. ez volt az egy, igen. A pop metal Berényi Miklósa összeállt a Fish énekesével, ez volt a cím. Az igen, és miért vagy Berényi Miklósa? Ja, azt nem jutottak el, ők se, értem. Jó, hát a Down for Whatever a magyar AVS. Igen. Na, azt akartam elmondani, hogy ugye a lemeznél, hogy ugye mondtad, hogy ez az interlude, meg lófasz, ez gyakorlatilag ugye azt kell tudni a két lemezről, hogy ezt direkt úgy csináltuk koncepcióba, kár, hogy nem tudtunk hozni első lemezt, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen, olyan, mint egy ilyen AB anyag, tehát hogyha a két digipakot egymás mellé rakod, teljesen ugyanaz a skin. Ugyanazok a... És ez koncepció volt. És ugye ezért is mondtam még, amikor az első lemezről csináltatok ugye a kis videót, hogy tök izgalmas az, hogy ti mondjuk hogy láttátok, meg miket szűrtetek le ebből, de hogy tök elmondanám a háttérsztorikat, nem feltétlenül azért, hogy megváltoztassam a véleményeteket, hanem azért, mert hogy így láttam, hogy így nálatok ez így tök nagy érdeklődés generál, hogy így kicsit belássátok magatokat. És akkor ezért is találtam ki, hogy akkor a kettőnél csináljunk ilyet a második lemeznél. És így azt kell tudni, hogy a Nem kell fel a nap, az ugyanilyen digipakra készült, ugyanez a négy panel, ugyanez volt a kivitelezés, gyakorlatilag annyi történt, mint hogy a grafikákat így kiszedtük volna, és bejött volna a lélekgyilkosság grafika. Hát ugyanúgy néz ki a szövegkönyv, ugyanúgy, és ezért is ragaszkodtam itt most az elnyomtatott példánynál, ahogy kerüljön be a zenekari kép, mert ugyanúgy került bele az előzőnél is a zenekari kép. Ugyanazokat a szövegkönyv... Ott is elnyomták? Nem voltam, hogy más nyomtak el, de hogy nekünk még úgy nem készült el semmink, hogy az olyan lett volna, amit először szerettünk volna, tehát egy ilyen zenekari átok az így megy anyagról, meg mindenre folyamatosan így tovább. És ugyanaz a tipó van használva, tehát betűtípusra, és aki mondjuk kicsit így jobban így odafigyel, de ez se szűri ki egyébként szerintem elsőre mindenki, csak tényleg aki így ennek utána jár, és mondjuk így lerakod egymás mellé a két lemezt, akkor így látod így a hasonlóságokat. És hogy ez miért van? Azért, mert gyakorlatilag mind a kettő koncepció lemez. Én nagyon szeretem az ilyen koncepciós dolgokat. Én annó a Coiden Cambriánál fertőzött meg ez, hogy ilyen, tudod, ilyen őrület univerzum, meg kiépítő, meg minden. És nekem azt egyik a Csongor Bálint mutatta, hogy így annó, amikor ez ilyen, hát elég régi, ilyen 2007-es sztori. Az a legjobb lemezünk egyébként. Igen, akkor jött ki. A No World Fortunára, az jött legjobb. És így a Bálint az nagyon, nagyon benne volt ebben, meg az Atis is, mind a ketten ilyen nagy fanok voltak. És így Bálint így mondta, hogy fél, mutatok neked egy kurva jó zenekart, és írt nekem egy Coiden Cambria CD-t. De tudod, úgy, hogy még saját kézzel írta föl a hátuljára a tracklistet, akkor még nem, egy TDK lemez, és posztolta nekem a Bálint, hogy figyelj, ez a kurva zenekar, írtam neked egy CD-t, fölírta szépen a számokat, mindent rá, és adta, és akkor ilyen nagyon, tehát így meghaltam, ufú, mondom, ez lesz mehetlen, kérem, mi ez a banda, és akkor Bálint elkezdte sztorizni ezt a skifi dolgot, hogy képregény, így, és akkor univerzum, utazás, minden, és annyira akkor bennem ez annyira megtetszett, hogy így is lehet lemezt csinálni, hogy én akkor ezt kitaláltam, hogy én nem ilyen durván, de hogy valamilyen ilyen mindenféle ilyen koncepciót szeretnék a mi anyagaink köré is tenni. És ez ugyanez, csak ilyen bilibe a VR, ilyen picibe, ez történik a New Friend-nél is, hogy ugye mind a kettő lemeznek volt egy tematikája, Nem kell fel a nap, az ugye az volt az egész CD-nek a lényege, meg a daloknak a mondani valója, hogy az emberek mennyire nem gondolkodnak mondjuk előre, mennyire a mának élnek. És mondjuk tök jó példa volt erre ez a vírus helyzet, mert ez is így egyik napról másikra berobbant, és így állt mindenki, mint izé fasz a gatyába, hogy így bazd meg, tehát és akkor hogy hova menjek, vagy mit csináljak, tudod, mert hogy nem voltunk rá felkészülve. És ugye itt pont erről szólnak a dalok, a Nem kell fel a napon, hogy egy kicsit gondolkodjunk, tudatosabban éljünk, hogy
nem kell fel a nap, ugye arra akar rávilágítani, hogy ez annyira természetes nekünk, hogy a nap fölmegy és lemegy minden nap, hogy mi van akkor, hogyha egyik nap nem jön föl. És ugye erre reflektálna a cím, és ez erre utal lesz, hogy mi van akkor, hogyha egyik napról a másikra történik valami, mert nem vagyunk felkészülve. És ott annél a lemeznél ez volt a koncepció. És a lélekgyilkosságnál pedig ugye ez lett egy kicsit tovább gondolva, csak az árnyoldala. Tehát egy kicsit ilyen gonoszabb, ilyen kicsit ilyen hát lélekgyilkosság ezért lett. Az olyan, mintha nem kell fel a napnak, a lélekgyilkosság lenne úgymond a gonosz kis testvére. És ezért is kötődik össze a két lemez, és ezért van ez a hasonló dizájn, hogy ezzel is érzékeltetjük a dolgot, és nem azért került fel ugyanennyi dal, meg került be ez az interlude, mert hogy itt el akartuk kamuzni, mert nem tudtunk volna annyi dalt írni, hanem az előző lemezen ugyanennyi dal volt, a másodikon is ugyanennyi. Tehát, hogy minél jobban mindennel próbáltuk erősíteni. És ha megnézitek az interlúdot, hogy római 2. Aha. És ugye ez jelzi, és ugyanott van. Tehát, hogy ott is az ötödik track volt, ezen is az ötödik track. Tehát ezeket a párhuzamokat szerettük volna megtartani. Gyakorlatilag a két lemez egybe azt lehet mondani, hogy egy. Tehát olyan, mint egy dupla lemez csináltunk volna, csak két részletbe adtuk volna ki. Lódrilószerűen? Bocsi. Lódrilószerűen? Aha. De Metallica? Aha. Nagyjából úgy. És akkor így... Egy nem arról van szó, hogy megmaradtak a dalok is, tudod, ki lett adva a második kötek dal, hanem csak... Tehát nem arról van szó, hogy ez maradék. Elvileg a sem. Nem, tehát hogy nem az, hogy amik nem fértek rá, meg dobjunk össze valamit, és akkor jól van, az nem. Ezek utána lettek megírva. Egyetlen egy dal van a lemezen, ami még az első lemezre íródott, az az Életem éled, amiben a Siklósi Őrs van, és kb. Szerintem ez a úgymond ilyen bárgyúbb dal első hallása. Tehát, hogy ebből mindenki azt hiszi, hogy hát itt van a kötelező szerelmes dal, a nyálas track, és akkor még pluszba el van hívva a Siklósi is, hogy tudja, hogy minden kislánya a falhoz vágja a bugyját, de hogy nem erről van szó. Nem erről van szó, mert gyakorlatilag a legbutárnak tűnő dalnak van a leggigább és a legnagyobb sztoria az egészbe egyébként. Ugyanis ebbe a dalba hangzik el a lélekgyilkosság. Az első lemezre írt dalba elhangzik a második lemeznek a címe. És gyakorlatilag ebből jött, hogy a következő lemeznek lélek... Tehát már itt volt egy ilyen kapocs, ami így össze... Ugye ezt az Őrssel együtt írtuk ezt a... Ugye még az első lemezen ott három dalt is együtt írtam az Őrssel. Mert akkor én még nem voltam annyira képbe, hogy kell prozódia, meg de érződik is az első lemezen, hogy azért el voltam veszve, hogy mi történik. És hogy az Őrs akkor már aztán megvolt a második AVS lemez is, tehát neki volt rutinja. Meg neki nagyon jó kis mentorai voltak, ugye a Palika, a Isten háta mögöttből, meg ugye a Csongor Bálint, aki ebben tök képben van, és ez tök jó kitanulta annó ezt tőlük. És akkor az Őrsnek szóltam, hogy fiú már, most kezdek el beszélni magyar, de hogy így hogy legyen meg, hogy ez fasza, és akkor a konkrétan egy ilyen próbaterem, egy üveg bor, így leültünk az Őrssel, csináltunk egy fröccsöt, és akkor így elkezdtünk így együtt is szöveget írni. És akkor én így írtam, hogy én ezt gondolom, mondta, hogy hát ott az A betű, a sok, azt szedjük le, mondom, ezt meg nem tudom befejezni, mi legyen, és akkor így gondolkodtunk, írjuk ezt. Tehát így gyakorlatilag tényleg nem az volt, hogy így ő vagy én írtam egy szöveget, hanem tényleg így leültünk így együtt, és együtt írtunk valamit. És ez a Nem kell fel a nap volt, a Sárból víz, és az Életem éled, ez a három dal. De az Életem éled az nem került rá az első lemezre, mert pont az, hogy mivel én ilyen koncepcióval gondolkoztam, abból kilógott. Tehát tök nem olyan volt a mondani valója, ami mondjuk abban Nem kell fel a nap attitűdbe belefért volna, és akkor ezt így kihagytuk, de mondtuk, hogy tök jó dal, tegyük el porszra, majd lesz valami. És a második lemez, az meg tök ilyen volt, tök az a hangulat, amiben benne van, és ilyen tök jól jött ki, hogy akkor benne, hogy bele volt a szöveg a lélekgyilkosság, a egyik sor vége, ez a rímpár, és gyakorlatilag ez adta a második lemeznek a címét, ez az előző lemezre írt dal, tehát itt indult az egész, hogy ennek így össze kell így érni ennek a dolognak. És akkor ez a két lemez, ez az első öt évet így összefoglalja meg minden, és akkor lehet válogatni, hogy A, B, vagy mi tetszik. De azzal már gyakorlatilag kapott egy képet a
mindenki, hogy mit is képvisel a zenekar, mert azért két lemeznél már eldől. Első lemez az még olyan necces, meg az úgy van, hogy hát az jó, olyan amilyen, de hát mindenki ugye, utána azt várja, hogy mi történik, mert valamelyik zenekar elvérzik az első lemez után, tehát nem is nincs születik már másik, meg ugye ott dönti el, és ugye nekünk megvan ez a második lemez, innentől kezdve már mindenki tudja, hogy mi az, hogy New Friend Request, mármint úgy értem, hogy be tudja határolni, és képbe tud bele lenni, és akkor majd nekünk meg ez egy ilyen tök jó, ilyen stílusosan meghúztunk egy ilyen határt, hogy ez az zenekar első 5 éve, és gyakorlatilag erről szól az a két lemeznek a dolga. Jó, gyakorlatilag most kész is van a videó, amit beszéltem, úgy akkor meg... Baszta! Jó, és már kussolok! Sanyi, te majd... Most már te beszélj valamit. Elvesztem egy kicsit. Volt így egy pár gondolat, amit így meg akartunk kérdezni, de egy kicsit így elvesztem. Aha. Szóval, ha már így rámentünk mondjuk erre a feedekre, honnan jön, hogy melyikbe kiének el? Tehát, hogy kit hívtok például, ez tök érdekelne, mert ha mondjuk a Sárból vizet mondod, hogy az Őrssel írtátok, és a Gabi énekel benne, hogy ez például? Az már jóval előtte koncepció volt például a Sárból víznél, hogy ott kívánta valahogy nekem. Tehát annyira hallottam bele a női éneket, és nálam az, hogy Magyarország női ének, az nekem a Besnyő Gabival egyenlő, tehát hogy nincs izé, nem volt B, C terv. Tehát női énekkel, akkor Gabriella, légy szíves, jelentkezz be, tehát hogy így gyakorlatilag ott ennyi volt. És ugye ez nagyon jó döntés volt, nem csak azért, mert szerintem senkivel nem szólna így a dal, mint ahogy a Gabival megszólalt. Gyakorlatilag ott indult el, hogy így a zenekar, meg gyakorlatilag egy ilyen világi barátság alakult ki, és ugye később lettek közös turnék, meg később lett minden. Gyakorlatilag ott ez volt. Ez volt a lényege, hogy nagyon akartam a női éneket, mert úgy én azt belehallottam, meg tetszett. Én megmondom, az amerikai, meg az ilyen külföldi produkcióknál is én tök szerettem, amikor így bejön így az úszdába a női vokál, vagy a női hang, a női feat, akár Emily, vagy akár így elmegy egy dalba, és így beleénekel, nekem az így tök így elvitte. Uh-huh. És ez nekem az így mindig bejött, és akkor ez meg így pont kapóra jött. A Gabi meg az meg így adta magát abszolút. Úgyhogy ott ez a sztori. És ezen a lemezen az Őrsöst az megvan. A Krisztiánost azt ugye feltételezem mondjuk így a Tetkóból is, meg... Hát ott az volt, hogy tökéletem ezt a dalt. Így alapjába véve. Ugye én amúgy ilyen inkább erről a punk rock vonalról jövök. Tehát, hogy ugye nálam ez a Blink-182, Sun 41, stb. Tehát nálam ez volt annó a gimiben, meg a neveltetésem, és akkor én abszolút ilyen full punk rock vonalon, ilyen Bad Religion, stb. Krisztián ugyanez az arc egyébként, aki full ez, és ebben meg tök ilyen kicsit inkább én azt mondanám, hogy ez ilyen hardcore punkos, ez a maga az alap, hogyha lecsupaszítod az éneket, meghallgatod instrumentbe az egyszer majdot, akkor ez egy ilyen full egy ilyen hardcore punkos ilyen történet, és én ezt nagyon éltem. Viszont annyira nem volt így egyébként metal, meg így se így a koncepcióban nem illett bele, de én meg szétadtam a dalt, hogy ez kurva jó, mondom, hogy ne dobjuk már ki, mert azért, mert nem illik bele. Mert hogy kurva jó a dal. Tehát, hogy, és akkor tudod, hogy hát, hogy ezért most így berakni, a várni fáj, meg a nem tudom, a hiányzik közé, hogy így lelóg a levegőbe. És így mondtam, hogy az meg, de hát akkor meg csináljuk azt, hogyha már ilyen különc, meg így kiló, akkor tegyünk rá még egy lapáttal, és akkor legyen über különc, és akkor mondom, hát mivel tudnánk megcsinálni ezt a húzást, akkor hívjuk el a Krisztiánt, akiben benne van a punk rock, benne van a különbség, ugye Fish, Nets Party, stb. Tehát, hogy maga így a nem... így jó indulattal nem tudod hova rakni az embert, akkor a nem tudom hova rakni dalba, jöjjön a nem tudom hova rakni haverom, ugye? Mert ugye meg ráadásul ugye a Krisztiánnal ilyen 15 éve, pont most volt 15, amúgy még poénkodtunk is vele, hogy a Fish az 20 éves volt, az NFR meg 5, és mondom, hogy pont kijött, hogy
ha 20, ilyen Fish 20-ból az NFR 5-öt kivonod, akkor az 15, és pont abban az évben voltunk, mi 15 éve ismerkedtünk meg a Krisztián, hogy mondtam, hogy promózhatjuk majd úgy a izét, hogy Fish 20, NFR 5, Kerecsen Kovács 15. Tehát lehetett volna így is csinálni a dolgot. Mint a Paksi Rupcsics. És ugye, és akkor így mondtam a Krisztiának, hogy figyelj, lenne ez, csak hát ugye a Krisztiánt meg ismerjük, vagyis én nem tudom, hogy ti menj, ő nála meg ez úgy van, hogy akkor így rátette így a kezét a dolgokra, hogy mondta, hogy akkor ő szöveg, aha, meg stb. Tehát hogy az úgy nála nem pálya, hogy gyere el, Krisztián, figyelj, itt van ez a három sor, ezt énekel, már főleg, no, nem, akkor majd azt én, és akkor így mondta, hogy küldjem el a dalt. És bemondom, hogy ízé üljünk, nem, küld el. Nem gáz. Ő meg így, a vicces volt, mert amikor a csináltam a négy számos LP-hez a klipet, a nem jó, nem igen, is tragikushoz, akkor ugye mentünk oda, rakjuk össze a kamerákat, minden állunk be, izé, fények, mindenki szerel, pakol, megjelenik mellettem a Krisztián, egy ilyen rekket így odagurít, előveszi a farzsimból a telefont, és akkor ott a forgatás, hogy itt van nálad a szám. Hát mondom, itt van e-mailbe, ragd már be, veszi elő, jegyzetem, na itt a szöveg. És tudod, így ott a forgatás előtt, és akkor így akkor már ott a Fish Clip forgatáson, egyik fülhallgató nála, másik fülhallgató nála, körülöttünk rakják a kamerákat, és már akkor így a fülembe, már akkor ott így lenyomta, hogy kicsit elfogytak a szavak a számban, tudod, és akkor ott hallottam először a dalt, és mondta, hogy kész, jó így? Jó, akkor ez lesz, jó. Nem gáz. Röviden a Fatal Error-os dolog, mármint ugye a Misi az meg hogy jött, ugye, az meg szintén úgy, hogy valljuk be, hogy azért sok így metal szintéren, meg rock szintéren azért a zongoristák azok nem állnak így hegyekbe. Hát, hogy így nem feltétlenül ismerek sokat, és ugye a Misi az nekem meg pont úgy mond kapóra jött, hogy mi meg előtte csináltuk velük a Némának a amivel ugye a dal 2020-ban indultak, annak a Némának a klipjét azt ugye szintén én csináltam, és akkor egy csomót leveleztünk, meg ugye találkoztunk a klip kapcsán, és akkor így beugrott, hogy bazd meg Misi, most, hogy látom, hogy kipakolod a szint, itt te zongorázó, nekem meg kéne egy zongorista, és akkor figyelj már, meg tudod csinálni ezt a dalt, és a Misi is amúgy, tehát hogy nagyon, nagyon tehetséges egyébként, hogy ott semmi nem történt, így elküldtem az éneksávot, és gyakorlatilag a Misi, amit hallottok dalt, azt ugye egy az egybe így elküldte, hogy így kész, itt van. Tehát hogy az elejétől végig így megkomponálta, tehát hogy egy büdös hangot nem írt bele senki a zenekarból, ismerte, hogy mi a szöveg, mi a dallam, és ő leült, és így konkrétan intro, outro, átkötő, mindenféle izé. Én csak annyit mondtam neki, hogy így hát, hogyha gondolod, nem kell így követni az eredeti a tematikát, hanem így rakadsz bele ilyen plusz kiállást, vagy ilyen levezetőst, vagy valami, de hogy így semmi. És egyszer csak így kaptam így egy vavot, hogy megcsináltam, így elindítottam, és így kérdezte, hogy jó. Hát mondom, nem, hogy jó, mondom, már csatoltam a Siminek, hogy már kedert. Tehát tényleg így nem kellett hozzányúlni, hogy annyira zseniálisan érti ezt, meg tök ügyesen felnyomta az egészet, úgyhogy könnyű dolgom volt, tehát ezek a vendégek nem olyanok voltak, hogy tudod, pont ezért, mert hogy haverok vagyunk, meg ezer éve ismerjük egymást, nem volt benne, tudod, ilyen kuncsorgás, meg ez, hogy tudod, az ő hozzáállás is olyan volt, hogy mivel ismerjük egymást, nem volt semmi visszadobva. Tehát amit Krisztián megírta a szöveget, az úgy, Misi megírta a témát, az úgy, Őrs is, amit hozott, elsőre. Tehát hogy én akkor hallottam azt, hogy az Őrs mit hörög a dalba, amikor már elküldte, hogy megy masterra, meg minden. Mert annyira megvan azért 10 évek alatt ez a bizalom, meg az egymásra hangolódás, hogy így nem volt így kérdés, hogy ez most így vagy úgy. Amit küldtek, az elsőre így patika volt, és így tök jól működött, meg így lejött, úgyhogy. Viszont kifogytunk a barátokból, mert amúgy annyira jó arcok nem vagyunk, úgyhogy a több vendég biztos, hogy nem lesz az elmúlt, hogy kimaxoltunk, mert más már nem szeret minket ezeken a zenekarokon ki. Nem, a következő lemezni már egy kedves Lukács László. Igen. Hát nem. És akkor mindezek tükrében mik a tervek? Hát a tervek azok. Kijött a lemez, turné majd, ha engedik. Ja. Már lehet egyébként autós koncert.
szerintem, csak úgy... Ha esetleg ilyen... Péter Szabó Szilvész társadalmi, hogy hát, ha neki már engedik. Ő a, folytassa, a programszervező majd elmondja, csak már nem szeretném ma már többet beszélni. Értelek. Alapvetően a zenekarnak a terveire tényleg nagyon rányúgta a bélyegét a koronavírus, mert egy marha jó tavaszt raktunk össze, és egy marha jó nyarat. Tehát szerintem a zenekarnak így az öt évének a legjobb tavasza és nyara lett volna ez. Sajnos ugye nagyon sok koncertet lemondtak, ugye a tavasztokat egyértelműen mindegyiket, és a nyári koncertek közül is sajnos sokat. Annyi szerencse azért van a dologban, hogy a legtöbb szervezővel úgy tudtuk megbeszélni a dolgokat, hogy ezeket halasszuk át jövőre, amit most ugye idén nem tud megtörténni. Remélhetőleg azért idén meg fognak tudni történni még koncertek. Ugye elsősorban ez az augusztus 15-i, ahol a budapesti Barba Negrába ugye bemutatásra kerülne a lemez. Remélhetőleg akkor már lehet koncertet ténylegesen tartani. Úgyhogy azt nagyon várjuk, hogy az tudjon történni. Hát nem tudom, mennyire lehet publikusan beszélni erről a dologról, majd ezt elmondjuk, Max nem, majd nem. Max följelentem magukat, hogy... Így van, videóhoz, mikor már kész van. Kész van, föl van, YouTube-on megy a szerződés, a vizének. Igen. YouTube letiltotta a videót. Fekete felhő az égről. Hát elviekben évvégén a Ród társaságában lenne egy turné a zenekarnak, és ott gyakorlatilag elég komoly nagy helyeken, nagyvárosokban, nagy színpadon tudná bemutatni a lemezt, úgyhogy ez a terv, és jövő tavasszal pedig ugye abszolút az, hogy az elmaradt bulikat bepótoljuk, illetve hát plusz bulikat tegyünk hozzá, úgyhogy addigra már be fog érni a lemez, és addigra már azért azt gondolom, hogy egy ilyen, hát terveink szerint azért egy ilyen 10-12 koncertes turnét raknánk össze tavaszra, úgyhogy azért szépen be tudnám mutatni a zenekar a lemezt, illetve a jövő nyára már még jobban beérne, a jövő nyára meg reméljük, hogy ugye mind az, hogy ugye az új lemez kint van, a klipek ezt megtámogatják, illetve a Road turné is, az össze tudja hozni azt, hogy akkor még több nyári fesztiválon tudunk ott lenni. Úgyhogy gyakorlatilag így ezek a közeljövő tervei, meg hát nyilván ugye a zenekar továbbra is fogja készíteni a dalokat is, és azt gondolom, hogy így ezzel a lemezzel lezárva az 5 évet következhet a következő 5 év, és következett a harmadik lemez, tehát ott arról beszéltünk, hogy nem szeretné a zenekar tudott, hogyha így sok idő telne el, hanem úgy van vele, hogy akkor figyelj, dolgozzunk. Tehát most az, hogy ugye a lemez kijött, mindenki marhára örül neki, büszke rá a zenekar, mindenki büszke, hogy tök jó itt van, kézbe foghatjuk, de ez azt jelenti egyébként, hogy jön a következő lépés. Tehát főleg most, hogy ugye nem lehet koncertezni, most egy picit kifújja magát mindenki, hogy fú, a végére ért a dolognak. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy már az idei évben, tekintve, hogy még csak június van, még van egy fél évünk hátra, itt szerintem biztosan fognak születni dalok, dalrészletek, szövegrészletek, úgyhogy a munka az nem áll meg, hanem folyamatosan csinálja a változánakor. Úgyhogy ez a terv, hogy gyakorlatilag koncertezés, a daloknak a népszerűsítése, és a következő lemeznek már elindulnak a munkái. De akkor lesz publikálva, amikor Simi elküldte a B5-öt legalább. Igen. Lesz új lemez és megjelenik, mert akkor már nagyon elbaszni nem lehet, max a B5-öt töltöm föl, de akkor is meg fog jelenni. Igen. De tanultuk a hibából, tehát ugye mindenből lesz biztonsági mentés mindenkinél. Ja, igen. Tehát, hogy akkor te most nem vagy hivatalos tag, vagy de, vagy csak még nem vagy fönt Facebookon, vagy megmenedzser, megturnégitáros, vagy most ez hol ami nincs a Facebookon, az nem létezik, tudom. Ja, igen, világos. Hát igazából a kapcsolat ugye úgy indult, hogy mi úgy is ismerkedtünk meg, hogy a srácok ugye eljöttek az Alvin és a Mókusok elé zenekarozni, és egyrészt nyilván a turné kapcsán ugye mi tök jó barátságban lettünk, másrészt meg nekem nagyon tetszettek a dalok, szóval nekem az, hogy a zenekar már az első lemeznél így csinálta a dolgokat, hogy tudod, így folyamatosan jöttek ki a dalok, szerintem ez egy baromi jó koncepció volt, és ez meg is maradt ugye most a másodiknál is, nem véletlenül, ugye szerintem most ez talán a legjobb koncepció, amit lehet csinálni ebben a mai zenei piacon.
Mert ugye belegondoltak abba, ugye az a klasszikus dolog, hogy kijön egy 12-13 számos lemez, és akkor arról ugye megjelentetsz, mit tudom én, 2-3 videóklipet, az a mai világban pont azt jelenti, hogy arra a lemezre azt a 3 dalt fogják ismerni az emberek, az összes többi meg körülbelül hiába melózol vele, dolgozol vele, az így majdnem, hogy a kukába megy, oké, te a polcra felrakod, érted, de alapvetően nem marad meg. Na most náluk ez szerintem egy tök jó dolog, hogy úgy jön ki a lemez, hogy ugye minden dalra készül valamilyen videóanyag, ráadásul ez egy külön jó dolog, hogy mivel ugye Aci klippeket forgat, ugye így gyakorlatilag elég profi színvonalú videóanyagok is jönnek ki. Úgyhogy a koncepció tök jó, és végül is ez egész úgy kezdődött, hogy ugye megkérdezték, hogy tudnék-e segíteni egy-két dologba, én mondtam, hogy figyelj, én nem akartam kifejezetten menedzser szerepet, hanem tudod azt, hogy gyakorlatilag úgymond az Alvin mellett megszerzett tapasztalataimat, mondja az Alvinnál sincsen a menedzsment dolgokat, ezeket a tapasztalatokat hasznosítani ugye, és ezáltal segíteni ugye másoknak. Aztán végül is úgy gondolom, hogy a kapcsolat az tök jól alakult, és nagyon jól tudunk együttműködni. Tehát tudod, lehet, vagy szóval találkozol olyan zenekarokkal, hogy tudod, keresnek ugye úgymond segítséget, meg izét, de mondjuk tudod, nem kezelhető. Tehát vannak olyan zenekarok, hogy ugye te hiába elég teszel egy koncepciót, hogy figyelj, így kellene csinálni szerintem, és valamelyest ismerem a magyar piacot, és akkor most tényleg nem akarok ilyen szavakat használni, csak egyszerűen tényleg ismerni kell azt, hogy körülbelül egy zenekar milyen úton kell, hogy haladjon ahhoz, hogy ugye elérjen valamit, mert látunk nagyon sok zenekart, tehát hogy éveken keresztül dolgoznak, melóznak és nem jutnak sehova, mert egyszerűen nem építenek fel a működésükre egy elvet, egy koncepciót, hogy milyen úton kellene haladni. Tehát szerintem ez muszáj egy zenekarnak a mai világban, hogyha el akar jutni valahova. És nekem velük az a nagyon pozitív tapasztalatom, hogy ők nyilván megvan vannak ötleteik, van véleményük, de ettől függetlenül úgymond hallgatnak a jó szóra, tudod, hogy azt mondjuk, hogy figyelj, ezt érdemes lenne így csinálni, érted? Tehát mit tudom én, figyelj, azt mondjuk, hogy igenis menjünk el Hajdúszoboszlóra is játszani, ne csak Debrecenben, most csak kiragadok egy példát, érted? Mert igazából lehetséges, hogy Hajdúszoboszlóra, érted, nem lesz óriási tömeg a zenekarra, reméljük, hogy a későbbiekben egyébként ott is az lesz, de ettől függetlenül tök jó dolog az, hogy elmegyünk, és az ottani srácok is azt érzik, hogy igen, ez a zenekar, ez tök jó fej, mert eljön hozzánk is játszani, és tudod, nem azt mondja, hogy csak a biztosra megy, csak a nagyvárosokba, és akkor tényleg azt mondja, hogy Ezt meg tudod, ha akar valaki, akkor majd eljön, utazik, értünk valamennyit. Nem, ez a zenekar vállalja azt, hogy igenis elmegy mindenhova tényleg is, és találkozni akar azokkal a srácokkal, lányokkal, akik szeretik. Úgyhogy ez a része nekem abszolút nagyon szimpatikus, és tényleg tudunk együtt dolgozni, és azt gondolom egyébként, hogy az elért eredmények azok folyamatosan mutatják, hogy tényleg jó irányba haladunk. A gitározás része az pedig, hát nekem nagyon tetszett a zene mindig is, és ezek az új dalok meg ugye még jobban tetszenek, ugye bizonyos dologban egy kicsit én is benne voltam alkotóként, tök jó együtt dolgozni a srácokkal, és igazából az megmondom neked úgy jött, hogy kaptunk ugye olyan lehetőséget, amiket ugye igyekeztem kihartolni a zenekarnak, hogy ugye nagyobb amerikai fellépők előtt, vagy külföldi fellépők előtt tudjanak játszani, és egész egyszerűen arra gondoltunk, hogy az élő megszólalás tudod lehetne jobb attól, hogy ugye két gitárral a lemeznek az összes szólamát megszólalhatni, mert ugye egy gitárral nem tudjuk megvalósítani nyilván az egészet, és akkor innen jött az ötlet, hogy figyelj, mi lenne nekem, meg volt kedve, meg szabadidőm, és akkor megtanultam a daloknak azt a szólamát, ami ugye élőben nem szokott elhangzani, és akkor így jött ez. Aztán, amikor ilyen lehetőség van, akkor, meg én is ráérek, akkor ezt igazából megoldjuk így. Úgyhogy én szívesen játszok velük, mert szeretem nagyon ezt a stílust. Én alapvetően ugye a punkot játszok, de nekem amúgy a gyökereim azok abszolút a metalból vannak, szóval nekem az isteneim továbbra is a Slayer, Metallica és egyebek, Pantera, stb. Úgyhogy nekem nagyon jó érzés egyébként ezeket a dalokat is élőben játszani, mert azért valahol minden itt azért a metalból jön elő, tehát a régi metalból jönnek az újak, szóval azért benne vannak a gyökerek, úgyhogy innen jött az egész. A
külföldi fellépőket említetted. Hogy éltétek ti meg ezeket belülről, mint például a bulletes bulit? Hogy éltétek ezt ti meg? Ugye nagyon pozitív élmény volt, most a maga nevén mondom, szóval a többi mondd el, és elmondom én is, persze. Az az igazság, hogy azért volt nagyon pozitív élmény, mert nem tudod, hogy mit várj egy ilyentől. Amikor egy világsztár fellépő eljön, körülbelül azt várod, hogy neked lesz egy ilyen egy négyzetméteres helyed, ahol te játszhatsz, meg ahol elhelyezkedsz, és körülbelül ne zavarj senkit. Ez egyáltalán nem ilyen volt, hanem szépen nyilván a külföldi fellépőhöz mérten megvolt ugye a timingje az estének, tehát ők körülbelül már ilyen délelőtt 10-kor odapakoltak a kamionokkal is, nem tudom, déltől beállás volt, délután 2-ig, de amikor nekünk megvolt a magunk beállási ideje és a magunk koncert ideje, az az ő részükről is szigorúan be volt tartva, abszolút olyan szinten, hogy ugyanúgy kezeltek minket, mint az estének egy társ fellépői. És mind az ő stábjuk, mind a klubnak nyilván a stábja, mindenki úgy kezelte a zenekart, hogy igen, ti itt az estén igenis komoly szereplők vagytok, mert ti is játszatok és lenyomjátok a bulitokat, és mindenféle támogatást megkaptunk, mindenféle szinten, technikailag is, ellátásilag is, úgyhogy nagyon pozitívan jött ki a dolog. Nyilván nekünk is be kell tartani a szabályokat, hogy ugye akkor kezdjük, akkor fejezzük be, amikor kell, de hát ez a zenekar már ugye megfelelően felkészült ahhoz, hogy ezt ugye tudja tartani, és ennek megfelelően baromi jó volt, szóval de ugyanígy, amikor a trackben voltunk a Shinedown előtt, akkor is tök pozitív volt, képzeljétek el, hogy ott a Shinedown zenekar tagjai egyesre odajöttek a New Friend Request zenekar tagjaihoz, és készfogással megköszönték, hogy eljöttünk játszani eléjük. Tehát, hogy baromi pozitív élmény volt szerintem. Én azt sem tudtam igazából ott, hogy egyáltalán, hogy találkozunk-e, vagy oda lehet menni, vagy nem azért, mert ilyen izé tökéletlen félős gyerek vagyok, hanem pont azért, hogy a protokoll, tudod, hogy mi illik. Persze. Oda lehet, nem akarunk zavar, nem akarunk pofátlanok lenni, és akkor izé jön a gitáros, meg az ilyen, fasza, nyomom a színpadon, és akkor látom, hogy ott áll a basszusgitáros, és fotóz minket, érted? És akkor tudod így, mi? Mi van? Tehát ilyen tök szürreális volt ez a dolog. És ugyanez volt a Bulletnél is, hogy tök vicces, hogy írogattak rám haverjaim, hogy ott jön a Budapest parkba a Bullet, nem akarsz jönni, mondom, király lenne elmenni, de mondom, most megvenni a lóvét, de mondjuk Eszking Alexandria lesz, hiszem, az volt, nem az előzenekar, nem az volt, amikor először jöttek a Budapest parkba. Majdnem mondom, de nekem is valami ilyesmi. Nem akarok, de hogy tök jók voltak a supportok is, ugye. És így mondtam, hogy csak el kéne menni, mert meghallgatnám azt a dalt, mit tudom, és akkor törletem a fejemet, hogy hát azért csak meg kéne nézni az életben. Nem volt életem zenekarra a Bullet, de hogy így azért menőség lett volna azt látni így élőben, meg azért mindenkinek voltak olyan dalai, hogy régi korszakából, amit király. És akkor így eltelik egy év, és akkor tudod így ott állok, hogy ja, hogy tavaly hívtak a haverok, meg gondolkodtam, hogy veszek koncertjét, meg hogy jutok a zenekar koncertjére, most meg fél óra múlva egymás után fogunk játszani a színpadon. Tehát azért elég szürreális volt a dolog, hogy így nem tudtam hova rakni, tudod, így először még, hát így konkrétan az akkor esett le, amikor ott voltál. És tudod, így lenyomtad a bulidat a Barba Negrába, és lejöttél a színpadról, és hogy jöttél le a lépcsőn, ezek már ott álltak gitárral, és mentek föl utánad. És akkor tudod, így akkor esett le, hogy ja, most ez történik. És Tears Don't Fall, meg minden, és így tudod, állsz, és akkor így bazd meg. Ez király, yeah. Tehát, hogy így, tényleg ez volt, és ilyen tök ügy, de ilyenkor az, hogy lefagy az ember, meg kizárja azért a külvilágot, meg így hirtelen nem esik le, hogy mi is van. És amikor ott van, akkor így a hideg zónytól így meg leszáll a köd, és akkor így lejössz, hogy ubbal meg, ez kurva menő. Tehát, hogy ez tök jó, meg király, és jel, yeah, és így faszam. Tehát, hogy ilyen érdekes, tehát, hogy nem gondoltam volna, tehát ez soha, tehát, hogy ilyen is, mint ez, hogy attól függetlenül, hogy nem a kedvenc zenekaraimból beszélek meg, de tudjuk jól, hogy kik ők, meg mindenki ismerte ezeket az előadókat, és valaki így odajön hozzám 10 évvel ezelőtt, hogy
amikor izé MTV-n vadásztuk a nem tudom melyik klippet, ott, hogy izé elcsípjük, és azt mondják, hogy izé eltelik 10 év, és lesz egy bandád, és együtt fogtok játszani, akkor én mondom, hogy fú, ugye vagy? Tehát, hogy hogy? Meg ez, tehát, hogy nem gondol bele az ember. Úgyhogy ezek nagyon menő dolgok, nagyon királyok, és ezért egyébként borzalmasan hálásak vagyunk úgy például mindenkinek, aki ez így hozzájárult, meg akik ebbe segítkeztek, mert hála Istennek az elmondható a zenekarról, hogy biztos, hogy van valami személyes bája, vagy azt nem tudom, azt így hülyén hangzik, hogyha így ezt mondom, de hogy sose volt az a zenekarnál, hogy így nyomultunk volna, tudod, hogy be akarunk kerülni, léci, rakjatok be ide, léci, tehát mi sose voltunk ez a nyomuló kategória, hanem hála Istennek így valaki meglátta, meghallotta, szimpatikus volt, és kerestek. És nem az volt, hogy jelentkezések tömkelegét adjuk be, meg nyomulunk valakire, hívogatjuk, e-maileket írogatunk, hogy hadd kerüljünk be ide a fesztiválra, hadd játszassunk már ezen a rendezvényen, vagy bármilyen, nem történik. Hát ahol a zenekar így föllép, meg képviselheti magát, az mind olyan volt, hogy fölajánlották a zenekarnak így a lehetőséget, és így meg így pilláztunk, hogy de hát miért nem megy a, nem tudom, a depresszió, vagy valami, tehát vannak nagy zenekarok is az országban, azok nem mi vagyunk, de hogy ez így tök jó. Meg hogy ezzel ne felejtsük el, hogy az úgy zajlik ez a történet, hogy ugye idén egy külföldi zenekar, és ugye azt mondja, hogy szeretne valami szupportot, akkor ugye lehet ajánlani. Most nyilván ugye akik ajánlották a zenekart, ugye olyanok ajánlották, akik ismerték, és azt mondták, hogy fú, ez tényleg jó, de ez csak egy dolog, mert a másik része az, hogy itt azért a külföldi komoly menedzsmentnek el kell fogadni ezt a másik zenekart. Tehát azért ez nem úgy van, hogy most oda telefonálsz, hogy na figyelj már, haver vagy, és akkor izé tegyétek be ezt a zenekart, hanem ez úgy van, hogy a külföldi zenekar és a menedzsmentje azért az utána néz annak, aki előttük lesz, és meghallgatja a dalokat, és azért rá kell bólintania. Szóval, hogyha azért ez az ő szerintük nem lenne megfelelő, akkor azért nem történne ilyen érted, hogy beválogatják a zenekart ilyen pozíciókba. És azért ez meg valljuk be, hogy menő, mert akkor, hogyha még nem is személyesen a Bullet for My Valentine, vagy a Shinem, vagy a Starset, vagy akármelyik ilyen amerikai, vagy nemzetközi banda volt, de legalább a, nem tudom, a Ródjuk azért csak meghallgatta, és azt mondta, hogy te figyelj, hogy legyen ez, mert ez amúgy király, és amúgy ez meg tök menő, hogy így azt lehet mondani, hogy ez egy nemzetközi elismerés, még hogyha ilyen nagy szónak is hangzik, de lényegében meg az, mert hogy kintről jön a output, hogy okay. Jöjjön, ja. Meg yes, és nem azt mondják, hogy fú, nézzük már meg, nincs másik zenekar abban az országban, akárki, csak hogy ne ezek legyenek. És hál' Istennek ilyen még nem volt. Még nem volt. Úgyhogy ez tök király. Nem, nézzük ki tőle. Valami tőle. Hoppá, na. Légy, csináld meg. Az nem kamász téged az ahol. Azt nem. És nem véletlen használjuk már azt. Magamra, hanem. Nézd meg, megadja magát. Szóval nem akarnak kifejezett menedzser szempet. Már könnyen kicsit. Én ezt megállítom, és szévelem. Szévelek. Öntsünk bele bort, vagy valamit, hogy... Szerintem egyébként van benne. Tehát, hogy... Kapott már.